Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőim! A múlt héten már találkozhattak a Voltik házaspárral, ugyanúgy itt a stúdióban köszöntöm őket, hiszen az egészséges életmóddal kapcsolatban Tamás már beszélt saját munkájáról. Judit is bemutatkozott, hogy szintén egy varga betű volt az életében, ám de ami úgy Isten igazából leköti a mindennapjait, az az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás és a funkcionális táplálkozási ismeretek felhasználása klientúrádon belül is. Ezzel kapcsolatban kezdjük a beszélgetést, és szeretném, hogyha az elsőképpen megint együtt lennétek láthatóak, hiszen az egészséges életmód mindkettőtöknek meghatározza a mindennapjait, és emellett nem csak a tiéteket, hanem a klientúrátokét is. Judit, mióta elvégezted, azóta foglalkozol kezelésekkel is, tanácsadással is? Igen, foglalkozom. És mik az eredmények? De hát említetted a múltkori adásban, hogy korábban már 17-18 éves korodban egy diabetológushoz kerültél. Dietetikus? Ja, dietetikushoz. Igen, dietetikushoz kerültél, és olyan jellegű javallatokat kaptál, ami nem adta a teljességet számodra. Mi minden volt, ami tünetként megmaradt? Akkor, amikor a táplálkozási tanácsokat adta, ezt az ötszöri étkezést, mi az, ami nem változott nálad? Külsőleg változtam, minimálisan. Igen. Ez testsúlyt értünk ez alatt, vagy mit? Igen. Egy 3 kiló mínuszt jelentett egyébként, igen? Tehát abba tényleg használt, viszont abban nem, hogy a közérzetem sokkal enerváltabb volt. Értem. Hasüri szerveidnél volt-e változás? Beleknél, vagy... Amivel előtte nem volt, mielőtt ugye a dietetikushoz elmentem, szimplán érdekelt ez az egész történet, igen? Utána lett. Tehát utána lett. Elmentél dietetikushoz, igen, akinek a szaktanácsára egyszer csak hasüri panaszaid lettek. Hát teltségérzés, erős nyomás, nem csak a gyomorban, hanem a belegben is. Értem. Olyan volt, mintha folyamatosan fullon lennék. Értem. Ez aztán utána ahhoz vezetett, gondolom, hogy nem tartottad végtelenségig ezeket a tanácsokat. Fél évig sikerült tartani, igen. És utána váltottál. Igen. Azt mondd el nekem, légy szíves, hogy a váltást követően eljutottál a funkcionális táplálkozásig, és a következő ábrán van egyfajta olyan bemutatása a mindennapoknak, amit, hogyha betartunk, akkor jobb lesz-e nekünk. Nézzük meg. Fordítsuk le a kedves nézőknek, mit jelent a nutrition? Táplálkozás. Tehát az alapja ennek a piramisnak az a fajta táplálkozás, amit a mindennapokban beviszünk. Nem véletlenül zöld ez a szín, hiszen azért a zöld növényzetből készíthetünk egy csomó dolgot. A következő része az egy nagyon erőteljes dolog, a stressz, igen, és az alvás, mint sleep. Igen. Tehát ez kiegyensúlyozottan kéne, hogy meglegyen, és ha lehet, akkor stresszmentesen élni. És fönt ott van a fitness. Igen. Tehát az a mozgás, ami része kéne, hogy legyen a mindennapoknak. Ti mind a ketten valamiféle mozgást végeztek a mindennapokban, túl a munkán? Igen, abszolút. Heti szinten. Heti szinten. Judit, te? Én heti 4-5-öt tartok. Edzesz. Igen. Te tartod az edzést? Nem, csak én eljárok, te de eljársz. Nagyon-nagyon jól esik, igen. Értem. Te hányszor néz, Tamás? Hát én most jelen például heti egyszer.
Annyira van időd. Annyira van időm. Nekem maga a masszázs is egy mozgás, tehát egész nap mozgok. úgyhogy egész nap át van mozgatva az összes karom, az összes lábam, mindenem. Ez így igaz. Térjünk vissza a táplálkozással kapcsolatban. Úgy tudom, hogy van egy kezelőhelyed is, és a következő képen azt látjuk, ahol épp egy klienssel ülsz és beszélgetsz. Mi mindenből áll egy ilyen találkozás? Egy ilyen találkozás alkalmával 2 órát szoktam szánni az ügyfelekre, mert azt tapasztaltam, hogy 2 óra alatt tudunk megbeszélni minden olyan lényeges tényezőt, ami az ezt követő hónapokba segíteni fogja a páciást. Igen. Hát ez azzal indul, ami 1-1,5 órát szokott tartani, hogy nagyon részletesen kikérdezem a szokásairól, a gyerekkori betegségekről, esetleg öröklött dolgokról, és hát ami jelen helyzetben kialakult egyéb egészségügyi problémákról. Majd felvázolom neki, hogy hogyan lehet fokozatosan ezt beépíteni a mindennapjaiba. És ebbe a beépítésbe ugyanaz a 3-as elv benne van, mint amit a piramisnál láttunk. Igen. Tehát a táplálkozás alapvetően, igen. Hiszen azt meg kéne valamelyest változtatni, ha nem él az egészséges életmód alapelvei szerint. Igen. Hogy tudjátok a stresszel kapcsolatos dolgokat megváltoztatni? Ezzel nem foglalkozom, hogy a stresszmenedzsment technikát tudjak nyújtani ebben a 2 órában, viszont javaslatot tudok erre adni, hogy esetleg milyen utakon induljon el. Ez például egy ajánlott szakirodalom, illetve ha egyáltalán nem jártas a stresszmenedzsment technikák terén, akkor elmagyarázok neki 1-2 olyan ágazatot, hogy kihez mivel tud fordulni, és hogy például tud esetleg a párodhoz, aki nagyon jó stresszoldó technikákat ismer a masszázs terápián keresztül. Például. Így van? Igen. Nagyszerű. És mi a helyzet az alvással? Mert én úgy tudom, hogy a táplálkozás megváltoztatásával a szerv órának megfelelően a szervek aktivitását segíti elő az a táplálkozási változás, ami kiegyensúlyozottá tudja tenni az éjszakai alvást. Ez így van, a táplálkozás hat az alvásnak a mienségére, minőségére, igen. Viszont azt tapasztalom, hogy nem tudjuk ugyanazt az eredményt elérni simán csak a táplálkozásra, hogyha az alvás mennyisége nem társul hozzá. Tehát 5-6 órás alvással lehet, hogy egy inzulin rezisztencia meg fog maradni, és egy hasi elhízás nem fog csökkenni. Értem. Ebben hogy tudtok egyébként segíteni pluszként, hogy az alvás az teljes kiegyensúlyozottá váljon? Szintén ajánlani tudok nagyon jó szakembereket, mert szerintem rengeteg jó szakember van a piacon, akár kineziológia, akár egy mentális fitness területe, vagy egy masszázs, attól függ, hogy milyen ember típus az, akivel éppen beszélgetek. Említetted a kineziológiát. Ugye ez azt jelenti, hogy nálad is a hozzád forduló klienseknél olyan jellegű hordozott lelki problémák vannak, melyekkel nem is biztos, hogy tisztában van. De a kineziológus ezeket a problémákat izomtesztelésen keresztül felszínre tudja hozni, és nem csak, hogy felszínre hozza, hanem segít az elengedésben. Igen. Az elengedés az egy nagyon fontos része a mindennapoknak, és azt hiszem, rengetegen vannak, akik ezzel küzdenek. Az elengedés, kedves nézőim, bélrendszerhez kötött. A húgyhólyag, a szigmabél, a végbél és a vastagbél mind-mind az elengedéssel kapcsolatos. A vékony bél az a megemésztéssel kapcsolatos, és a gyomor az meg a feldolgozással kapcsolatos. Tehát, ha a feldolgozással kapcsolatos probléma van, akkor az gyomor jellegű panaszokat fog okozni. Ha nem tudjuk megemészteni azokat a dolgokat, amelyek velünk történtek, akkor vékonybél jellegű problémák jönnek, de ide tartozik a patkóbél is, hiszen
A patkóbél a legnagyobb vegyi konyhája a szervezetünknek. Ide csatlakozik a gyomornak a záróizma, ide csatlakozik a ductus choledochus, a közös epe-máj kivezető csatornácska, és ide kapcsolódik a hasnyálmirigynek, az exokrin, azaz a külső elválasztású szekrétumot kiválasztott nedveket befröcsögtető része, és ezek enzimeket tartalmaznak, mégpedig bontóenzimeket, és alapvetően itt szokott a legnagyobb gond lenni. Tehát a hormonháztartáson keresztül, a táplálkozáson át minden a bélrendszerhez vezet. A vastagbélnél, ugye azt említettük, hogy ez az elengedéssel kapcsolatos, ott van egy bélflóra, rengeteg jótékony baktériummal. Ez nagy gondot jelentene, ha nem lenne. Ez viszont az elengedést szolgálja, no meg a víz visszaszívását. Mennyi folyadékot javasolsz a klienseknek, hogy mennyit igyanak? Szerintem ez egyénenként változik. Az, amit biztos szoktam javasolni, hogyha fél egy liter közt van az elfogyasztott napi tiszta víznek a mennyisége. Tehát ez csak a tisztán bevitt. Ez csak a tisztán, amiben még citromlé sincsen. Akkor nagyon fokozatosan kell ezt bevezetni, mert megterhelő lehet a vesének és a húgyutaknak is. Napi egy decivel javaslom a növelést. Meddig lehet ezt növelni? Vagy javasol? Tudom, hogy személyenként változó, de úgy nagy átlagban mi az a normális napi bevitel a folyadékból? Nagy átlagban 2 liter, de 20 kilónként 1 liter sem árthat, szerintem. Ó, hát azért az eléggé sok. Sok. Hát de nem, gondold el, hogy 6 liter lenne. Hát most nem egy 120 kilós testsúlynál gondolom jó, ezt az arányszámot. Ezt a differenciát, ezt a kettőt, azt hagyjuk igen. Az étel elkészítése, az rendkívül fontos, és mint funkcionális táplálkozási referens, javasolsz is táplálkozási változásokat, de ezen kívül ellátod a családot is. Igen. Következő képen láthatunk egy saját készítésű kenyeret. Mit lehet erről tudni? Ez körülbelül 1 évvel vagy 2 évvel ezelőtti kísérlet. De gondolom azóta is készíted a kenyereket. Azóta is készítem, csak nem fotózom őket. Igen. Ez egy gabonákból készült kenyér, teljes kiöllésű gabonákból. Gluténmentesen, és igazából nálunk csak a Tamás fogyasztja a kenyérféléket, én egyáltalán nem, de ő szereti, hogyha változatosan kapja ezeket. De neked nincs gluténérzékenységed, Tamás, igaz? De van. Gluténérzékeny vagy? Igen. Ezt nem tudtam. Akkor kifejezetten jó, ha Judit gluténmentes kenyeret készít. Csak ilyeneket teszek úgy. Értem. Mit jelent az, hogy valaki gluténérzékeny? Hogyha beviszünk a szervezetbe sima lisztből készült kenyeret, akkor mi történik? Kétfajta gluténérzékenységről tudok. Az egyik az, hogy rejtve van, és nagyon sok egészségügyi problémának lehet az a háttere, hogy glutén teszik egy illető. Például nem feltétlen van az, amikor antitesteket kezd termelni a szervezet, hogyha a glutén bejut a szervezetbe, hanem egyszerűen csak a glutén... Bocsáss meg, antitesteket termel, ha bejut a szervezetbe, csak a nézőknek, hogy értsék, igen. Ugye ez egy autoimmun jellegű dolog, reakció, hiszen idegennek ismeri fel a szervezet a bejutó glutént. Ezért kezd el védekezni, és ezért kezdi el termelni az antitesteket. Igen. A másik fajta gluténérzékenység az milyen? A másik fajta gluténérzékenység az inkább hormonális. Tehát, hogy így például van. Intoleráns rá az illető, de nincsenek hasi panaszai, puffadása, felfújódása, hogyha megeszik egy lángost, maximum teltségérzete, vagy picit fáradékonyabb, kinek mi fér bele igen. az étkezés után.
Viszont elvonja az ásványi anyagokat és vitaminokat a szervezetből, és például a vashiányos vérszegénységnek tud egy rejtett gluténérzékenység lenni a hátterében. Értem. Van ugye még egy olyan jellegű dolog is, hogyha a hasnyálmirigyben az exokrin, tehát a külső elválasztású folyadék nem tartalmaz gluténre bontó enzimet. Ekkor viszont nagyon erős, fájdalmas puffadás jön létre, hiszen a gluténhoz nem kerül lebontó enzim. Ha nem kerül lebontó enzim, akkor a bélrendszerben ez a fajta glutén tartalmú alapanyag puffadást fog okozni, hiszen úgy kezd el bomlani, hogy közben erjed és gázt termel. Igen. Úgyhogy tessenek odafigyelni arra, hogy hol, milyen jellegű fájdalom, puffadás jelentkezik, és ha kifejezetten lisztes terméket követően jön elő ez a probléma, akkor jobb, ha egy ilyen táplálkozási referenshez fordulnak. Nálad milyen tüneteket okoz a glutén? Hasonlóan puffadás főleg. Tehát ez nálad puffadás okoz. Meg ez energiaválságot, tehát hogy elkezdi elvonni az energiát. Mérhetően tápanyaghiány. Tehát ez már hosszabb távú, most nyilván egy zsömlétől nem okozna ilyet, de érezhető már akkor is. De egy nagyon akkor, amikor a Judit által készített gluténmentes kenyeret eszed, nincs semmilyen. Semmilyen. Jelenleg. Saját tésztánk van, amintől nincsen semmilyen. Értem. Hát azért ez egy nagy váltás, amikor az ember elhatározza, hogy az életébe teljesen fölforgat minden megszokást, de azt hiszem, hogy érdemes volt ezt a váltást megcsinálni, igaz? Abszolút megéri. Fokozatosan, de megéri. A konyhádban is én úgy tudom, hogy egy csomó-csomó változtatást indítottál el, és a következő képen már egy olyan kész ételt látunk, amely a funkcionális táplálkozási ismeretek jegyében került elkészítésre. Ha jól látom, ez cukkini és... Igen, és apró rákok. A rákok azok nagyon-nagyon finomak és nagyon egészségesek. Mit tudsz nekünk a rákról mondani? Javallod-e a kedves nézőknek, hogy egyenek minél több ilyen tengeri gyümölcs jellegű dolgot? Mindenképpen egy jó választás lehet, de azt ne felejtsük el, hogy nem mindenki szereti. Így tehát van. Például Tamásnál is kifejezetten hány ingert érez, ha látja ezeket a tengeri herkentyűket, amiket én eszek, úgyhogy emiatt nekem teljesen másképp kell főzni Tamásra, meg magamra. De egyébként, hogyha ezt valaki szereti, érdemes fogyasztani, mert ásványi anyagban és vitamintartalomban jóval többet tartalmaz, mint esetleg egy csirkeizomzat. És a zöldeket, mint a cukkini, patisson, ezeket inkább párolni szoktad, vagy sütni, vagy grillezni, vagy milyen formában szereti a Tamás meg te? Hát most nyáron többet grillezek, a többi évszakban pedig inkább sütöm őket, sütve nagyon szeretjük őket. Értem. Nézzük meg a következő képet, hiszen itt már olyan is van, amit a Tamás is ehet, igaz? Igen, igen. Tehát ott látunk egy nagyon-nagyon kellemesen kinéző csirkecombot. Kacsacomb. Bocsáss meg, elnézést kérek, kedves nézőim, nem jól láttam itt a képen. Ez egy gyönyörűséges kacsacomb. A kacsának viszont van egy zsírréteg a combján. Igen. Mesélj már nekünk egy icili-picilit arról, légy szíves, mert a képen látunk rukkolát, ami keseranyagot is tartalmaz. Igen. Ez kifejezetten jó a patkó bélben lévő működéshez is. Látjuk azt a csodálatos vegyes zöldségköretet, ami teltségérzetet is tud okozni, és emellett nem megterhelő a szervezet számára. Igen. A rizs az kifejezetten többfajta étkezésnek a középpontjában helyezkedik el, tehát ez is
sokkal, de sokkal ajánlottabb, mintha krumpli lenne ott, de a kacsának a zsíros részéről egy picit meséljél, hogy mi mindent indít el a szervezetünkben, maga a zsír, hiszen kókuszsírral szoktatok sütni, főzni, vagy milyen zsírt használsz? Csempészek, mert Tamás kókuszsírt eszik, de csempészek néha bele mangalica zsírt, vagy libakacsa zsírt az étkekbe. Igazából nekem van jobban szükségem zsírosabb táplálkozásra, mert nekem ettől van energiám. Értem. Ha Tamás eszik egy kacsacombot, annak nincs jó vége. Ő inkább csirke mellett és pulyka mellett szokott enni, meg rengeteg halat eszünk. De nekem például a kacsára nagyon nagy szükségem van, mert körülbelül 6 órára lát el energiával, és mindenféle ingadozás nélkül kávéra sincs szükségem utána. Még egy nagyon fontos dolog, hiszen arról már beszéltünk, hogy a patkóbél az egyik legnagyobb olyan laboratóriuma a szervezetnek, ahol nagyon sokféle funkció történik. A patkóbélbe, ha zsír jut, és itt a kacsazsírnak is nagy szerepe van, akkor az megszívja egy kicsit az epét, hiszen ha nagyobb mennyiségű zsír kerül oda, akkor a receptorok érzékelik, hogy ide bizony kell az epe folyadék. És az epe folyadék azt teszi, hogy ilyen gömb alakká formálja a zsírokat, így a rá rakódó bontó enzimek nagyobb felületet tudnak igénybe venni. Tehát ez elindít egyfajta zsírfeldolgozást, ami viszont az egész szervezetünkre kihat. Úgyhogy én azt javallom, hogy azért néha Tamással is etessél egy kis kacsacombot. Ha nincs jó vége az egésznek, akkor is. Mangalica zsírral. De mangalica zsírral lehet próbálkozni, és nagyon kiegyensúlyozottá tudja tenni a táplálkozást, ha ilyen zsírbevitel van. Nézzük meg a következő képet. Itt egy hamis túrógombócot látunk. Mitől hamis? Ez attól hamis, mert kölesből készült. Igen. Növényi tejet használok hozzá. Szintén igen. Tamás szokott ilyeneket enni inkább, én nagyon-nagyon keveset. Igazából ez citromhéjjel és rizstellyel készülő gabonából készült, erdei gyümölcs szósza, amikor összetúrmixolom forró vízzel ezeket a gyümölcsöket, és leöntöm vele. Értem. Cukor nélkül természetesen. Értem. Nézzük meg a következőt, mert az is egy finom édesség. Az én kedvencem a tápióka puding. Igen. A tápiókáról azt lehet tudni, hogy honnan származik, Dél-Amerikából, és fantasztikus, meg Közép-Amerikából természetesen, és fantasztikusan jó íze van, mert amikor elkezdi főzni az ember, előtte be lehet áztatni, és akkor a tápióka szemecskék megduzzadnak, utána te kókusztejjel szoktad készíteni? Igen. És háromszor annyi kókusztejben lehet nagyon-nagyon lassú tűznél gyönyörűségesen megfőzni, és ilyen kocsonyás állagúvá válik, de nagyon-nagyon jó ízű, és azt lehet díszíteni bármiféle gyümölcsel, itt éppen eperrel. Igen, eper és fahéj. Ebből sem szoktál enni, Judit? Nem. Nem? Hát... Akkor sokan Tamásnak szépen. Nagyon jó dolga van, mert a főételektől kezdve az édességekig tényleg neked főz a Judit. De... Magas a szénhidrát igényem, úgyhogy... Ja, értem. Hát a sok mozgással természetes. Akkor nézzük meg az utolsó két képet. Ez viszont már a Judité, tehát egy olyan zöld turmix, amit a mindennapokban föl tudsz használni a magad számára. És ami készül belőle, az a következő képen van. Hát ilyen gyönyörűséges tálalásban lehet mindenki számára ajánlani a zöld turmixot, ami mondhatni, hogy egy teljes kiegyensúlyozottságot tud biztosítani a szervezet számára. Én köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves nézőimtől úgy búcsúzom, hogy amennyiben tudnak, induljanak el az életmódváltás útján, nem fogják megbánni.
Jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Viszontlátásra! Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak.